127B útnál Járvárdi patak, a Járvárdi zúgó. Itt, hogyha átmegyünk ezen az úton, úgy arrafelé, akkor át tudunk érni Csíkszentdomokoszra, a Szent Tamási részen keresztül. Itt nagyon komoly lehetőséget biztosít a fenntartható turisztikai fejlesztés szempontjából ez a szép táj, és ezen kell gondolkozniuk a Gyimes középlokiaknak, illetve Csíkszent Tamás és Csíkszentdomokos községek vezetőinek, hogy mit is lehet tenni. Két szóban kérném Fülöpöt, hogy mondd el, légy szíves, hogy hol állunk itt most, hol vagyunk. Hát jelenleg Gyimes középlokon, ugye a Gyimes középlok falu részhez tartozó Javardi patakon, itt van a természet adta a lehetőség, ez a szépség, a vizesés, és akkor ez a találkozás is azért jött létre, hogy itt egy kicsi tereprendezést, és minél több emberhez eljusson az, hogy érdemes ide kijönni, állátogatni, és a továbbiakban ugye a másik településekre is átjutni, összekötni egymást. A Felcsíkról, polgármester úr, te hogy látod, hogy átérünk terkön hozzátok? Igen, egyszer itt az előbb szóba került a Csángó székely barátság. És azt kacagtuk, vagy hogy mondjam, nem is tudom, kacagtuk-e, hogy igazából vannak dolgok, amiken az ember túl kell lépjen, hogyha esetleg megjelent valamilyen akadály. És én nagyon örvendek annak, hogy most itt vagyok. Köszönöm szépen a polgármester úrnak a meghívást. És bízok abba, hogy racionális érvekkel való együttműködés mentén a csíki havasoknak mindkét oldalán olyan turisztikai életteret tudunk létrehozni, ahol érdemes lesz élni. Úgyhogy én örvendek, hogy itt vagyok, köszönöm szépen. Polgármester úr, számotokra ez a pont miért fontos, vagy mi az, amit úgy látsz kihívásként? Hát én azt mondhatom, hogy már régi vágyam, hogy így közösen találkozunk itt a Javardi vízesésnél, ami tényleg a községünknek egy, úgy mondhatom, egy gyöngy szeme, mert nagyon sok turista ide látogat. Én azt remélem és hiszek benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és több turistát tudunk ide vonzani, úgy a Gyimesekre, mint átterkünk keresztül, vagy le Balánra, vagy Damokosi Szent Tamásra. Árpi, te mind a térség megyei tanácsosa. Hát régi álmaink kezdnek derengeni a valóságba. Én évente eljárok ide a diákokkal, próbáljuk rendbe tartani ezt a helyet. Szerencsére most már az önkormányzat is feltette a térképre, és reméljük, hogy a turizmus előtt ki tudjuk nyitani. Én nagyon örvendenék, ha sötét patakon keresztül is, meg Javardi patakon is keresztül át tudnak menni Csíkba. Miért ne? Évente úgy is megyünk a 32-es úton is, gyalog, de ezt az utat meg a sötét patakit rendbe kellene tenni annyira, hogy terepjáróval legalább lehessen átjárni Csíkszentdomokosra, Csíkszent Tamásra. Köszönöm szépen, István, te Csíki RMDSZ frakció vezetőként azt gondolom, hogy itt most van néhány házi feladat, amit ebben az évben már jó lenne elindítsunk. Övezeti rendezési terv, a megyei útnak a javítása, hogy látod? Az a jó az egészben, hogy a két polgármester itt van, és látszik, a szomszédos települések nem egymás ellenségei, versenytársai, hanem egymás segítői, és közösen gondolkoznak. Következő időszakban valószínűleg lesz egy csomó forrás, és a kicsiből is, a sokból is jó kell gazdálkodni, és jó ötletek kellenek. Sok lehetőség van, és ez a találkozás is ezt fogja segíteni. Köszönöm szépen. Hát ennyit innen a Javardiból. Ez most nem tudott menni élőben, mert itt nincsen telefonjel, de lehet ez is egy előny, hogy nincsen telefonjel. Ellenben abban bízunk, hogy itt a mai beszélgetés alapján lesz néhány hát olyan döntés, illetve együtt a községgel, akár itt a térnek a rendezése, a nagyhagymás övezeti rendezési terv, amelyik átnyúlik egészen a Gyilkostóig, átnyúlik egészen Feketerez, és le egészen Háromkútig, bízom benne, hogy ennek a térségnek a fejlesztésében tudunk jó néhány olyan döntést meghozni, amely segítheti a fenntartható turizmust. Tehát a legfontosabb dolog az, a természetbe kár ne történjen, ellenben fenntartható módon az itt élő emberek számára lehessen úgy megélhetéshez hozzájárulni, akár vállalkozási ötleteket biztosítani, a vendéglátóknak pedig további hát destinációkat felmutatni, amiért a gyímesekben, Felcsíkra és akár a gyergyói felső részben
utazni, látogatni érdemes.